Szevasztok, srácok, ez itt újra az Építs fel, és hát ahogy itt látjátok mellettem, ismét érkezett egy hatalmas nagy doboz, ezt a LEGO nagykövetségi rendszerétől kaptam, és hát sejtetitek, hogyha tőlük kapok készleteket, akkor általában olyan szettek jönnek, amik még nem jelentek meg, úgyhogy ebben a gigadobozban is ez van, de hogy pontosan mi van benne, nézzük is meg. Oké, szóval kezdjük a kibontását. Elég nehéz dobozról van szó, rá van írva, hogy 11,3 kilónyi LEGO örövés boldogság. Ehhez föl kell kelni, mert... Hát, ezt eléggé fogjátok szeretni, közben vannak ilyen kis oldalt alátétek, vagy oldal kitámasztók. Ezeket varázsolom ki. Szerintem az lenne a legegyszerűbb, ha kibontanám. Már látjátok is, hogy mi van benne. Au! Vagyok, várjatok. Bázze, ez mekkora. Ho-ho-ho. Oké, hát a készlet nem más, mint a vadonatúj Venator készlet. Általában a LEGO szeptemberben kiszokott adni giganagy UCS készleteket, és hát az idei 2023-as a Clone Wars-szal kapcsolatos. Megkaptuk a Venator Class Republic Attack Cruiser nevezetű készletet, 75-367-es és 5374 darab alkatrész van benne. Amikor egy UCS készlet érkezik, amikor egy UCS készletet építek össze, az mindig egy ilyen Star Wars ünnep számomra. Ugye tavasszal szoktak kijönni a kisebb UCS-ek, és hát ősszel megjön ez. Nem számítottam arra, hogy Clone Wars-hoz fogunk kapni. Készletet nem is emlékszek rá, hogy érkezett-e valaha UCS készlet a Clone Wars-szal kapcsolatban, de végre ezzel ez is megérkezett. A hátoldalán látható a mérete 32 cm magas és 109 cm hosszú, tehát pontosan ugyanolyan hosszú, mint a 2019-ben megjelent Imperial Star Destroyer. Nézzétek meg, hogyha esetleg még nem láttátok. Két egyedi minifigura, Rex ebben bizony benne van, és hát láttam a komment szekcióban, hogy sokatoknak hát nem tetszését, vagy sokatok nem tetszését nyilvánítottak ki, hogy egy ilyen drága készletbe beletesznek egyedi minifigurát, amivel egyet is tudok érteni. Ha már egy ilyen drága készletet adnak ki, akkor nem feltétlenül jó megoldás az, hogy egyedi készítésű minifigurát tesznek bele, hiszen akik a minifigurákra mennek rá, azok nem akarnak kiadni ennyit egy készletért, ők csak a figurára utaznának rá. Viszont nézzük meg az érem másik oldalát, hogyha egy olyan Star Wars rajongó vagy, aki úgyis megszerzi ezt a készletet, és ha már ennyit kifizet érte, akkor az egy tök jó, hogy kapunk bele egyedi figurát, úgyhogy ez már megint tipikusan az az eset, hogy vajon melyik ujjamat harapjam. Döntsétek el ti, írjátok le a komment szekcióban, jó, ha van benne egyedi figura, vagy inkább ne legyen benne egyedi figura, kíváncsi vagyok a véleményetekre, és hát ennek természetesen a bemutatója hamarosan fog érkezni. Hát nekem egy kicsit sokáig fog tartani, de ti már holnap találkozhattok is az összeépítésével. Ennyi lett volna már az unboxing, ha tetszett, lájkoljátok, ha még esetleg nem lennétek feliratkozva, tegyétek meg, le ne maradjatok az összeépítéséről, mi pedig találkozunk ennek a bemutatójában. Szevasztok!